Hát két nagyon fontos és említésre méltó momentumot emelnék ki. Egyrészt az, hogy a gólunkat ismét egy védőjátékos szerezte, tehát a védelmünk és a védekezésünk hol szervezetten, hol hősiesen állja a sarat. Támadásban vagyunk kicsit kevesebbek, igazoltunk játékosokat megerősíteni a védekezést, védelmet, ez helyek közel sikerült, igazoltunk játékosokat az egész szezon során a gólokra. Ez nem működik egyelőre. A másik pedig, ami én úgy fogalmazom, hogy én nagyon szeretem ezt a játékot, nagyon szeretem ezt a focit, és nem feltétlenül mindig csak azért, mert olyan lenne a színvonal, vagy elkápráztatná az embereket, de azért vannak benne elég komoly hétköznapi hősök. Sebők Zsoltot ezen a meccsen csupa nagybetűvel említem, és ugye a fociban, meg a sportban ez az egyik legnagyobb dolog. Egyik héten az ember megjárja a poklok bugyrát, vagy bugyrait. A Zsolt olyat hibázott talán, amit még pályafutása során korábban sem, és aztán ezen a meccsen pedig bizonyos helyzetekben mondhatom azt, hogy emberfeletti bravúrokat hajtott végre, és ez egy nagyon komoly dolog, szóval vannak itt jó kis háttértörténetek. A csapattal kapcsolatosan pedig annyit, hogy a második félidő közepén nagyon nyomott az ellenfél, nagyon sok lehetőség volt arra, hogy helyzetet alakítsanak ki, viszont azt megelőző nekünk egy gól után megint, csak úgy, mint a Vasas meccsen lett volna lehetőségünk kontrából, ha jól és pontosabban lejátsszuk a támadásokat, megszerezni a második gólt, illetve ebben a szezonban azok a lövések, aminek az Ahim első félidőben, amit Ropliba elrúgott, az a mi meccseinkön a mi kapunk jobb vagy bal felső sarkaiban kötöttek ki. Ez nekünk nem ment be, 1-2 centin múlott. Nagyon sok minden múlik 1-2 centin. A csapat a tartását mutatta, a szervezettségét mutatta. Azt, hogy hogyan tudunk előrelépni, nem tudta mutatni, az gólok kellettek volna, és ez ma is hiányzott. Köszönjük szépen. Kérdések? Igen, nem lesz gól. Én tudnátam, Pistőgy, emberfeletti volt a csapat védekezése. Mégis most már a harmadik meccsetet látunk tavasszal. De a legkaotikusabb, és nem a rossz értelemben vett a kaotikus, de a legtöbb lepattanó bizonytalan szituáció mégis ezen a meccsen voltak. Igen, így van. Tehát a sorozatot, ami mögöttünk van, 5,5 hónapja nem nyertünk mérkőzést, azt mindenki tudja. Tehát azért ez egy nagyon komoly lelki teher ilyen helyzetben. És ilyenkor azért sokkal könnyebben jön az elbizonytalanodás. Az első félidőben számtalanan a helyzetben rúgtuk el a labdát indokolatlan, amikor meg lehetett volna játszani, kicsit megnyugtatni a játékot. De igazán ehhez kellene a második gól, tehát egyszer végre legyen egy pozitív visszajelzése annak, amit csinálunk. Az előző meccseken mondhatom azt, hogy a Vasas meccs másik félidejét leszámítva domináltunk játékban és nagyon sok elemében a meccsnek. Ma nem, de azt ne felejtsük el, hogy egy nagyon, nagyon erős és egységes ellenféllel játszottunk. És amit a mérkőzés előtt mondtam a játékosoknak, hogy a múlt hét végi Vasas 2-0-ás győzelme azért baromira ne tévesszem meg senkit, mert volt olyan akciót, hogy a mezőkövest 3 kapufát rúgott, és ezen kívül is kihagytak 5-6 zicsert. Tehát a foci nagyon sokszor centiken és másodperceken múlik, és egy szezonban ez általában kiegyenlítődik, a mi esetünkben eddig legalábbis ebben a szezonban ezek a centik és másodpercek nem a mi javunkra dőlnek el.